Sziasztok! Levente vagyok és köszöntök mindenkit a Videódrom csatornán. Befejeződött az HBO a kívülálló című minisorozata, ami Stephen King egyik legújabb regényét adaptálta, ennek alkalmából pedig készültem nektek egy könyvés film, vagyis jelen esetben sorozat összehasonlítóval. Kilenc különbséget hoztam nektek, amik természetesen erősen spoileresek lesznek, így ha még nem fejeztétek be a sorit vagy a könyvet, akkor csak saját felelősségre csapjatok bele a videóba. Nézzük! Első. Terry letartóztatása. A könyvben Ralph Anderson hadnagy csupán kiadja a parancsot, hogy másik két rendőrt menjen, és nyilvánosan egy baseball mérkőzés kellős közepén tartóztassa le a gyanúsítottat. A szériában viszont Ralph is velük tart, sőt, maga viszi be a vádlottat. Itt pedig bekerül a többi rab közé, aki ki is fejezik, hogy mennyire nem szimpatizálnak vele, és megkeserítik a cellában töltött éjszakáját. Ezzel szemben az eredeti verzióban Terry magánzárkába kerül, a többi rabbal nem kerül semmilyen kontaktusba. Második. Derek. Ralph és Jenny fia Derek a könyvverzióban egyáltalán nem szerepel, ugyanis a cselekmény ideje alatt végig egy táborban mulatja az időt, ahol igyekeznek is minél tovább ott tartani a szülei, hogy kimaradjon a gyilkosság történéseiből. A sorozatban viszont Derek korábban elhunyt rákban, amit szüleinek azóta sem sikerült teljesen feldolgoznia, gyakran kimennek meglátogatni a sírját is. Ezen kívül a végén is megjelenik, mikor Ralphnak végeznie kell a kívülállóval, de erről majd még később. Kapunk néhány flashback jelenetet is, amik szintén elmélyítik ezt a traumát. Harmadik, Holly karaktere. Holly a könyvben egy igazán különös karakter, de a sorozatban sikerült még fokozni. Míg előbbiben egy magába forduló, a tömegené nehezen kiálló, antiszociális szófukar személyiséget ismerhetünk meg, addig utóbbiban ezek a tulajdonságok nagyjából megmaradnak, de emellett még egy olyan különleges adottságot is kap, hogy képes mindent megjegyezni. Kicsit jobban megismerhetjük a múltját, kiderül, hogy nem szeret repülőre ülni, és már az első alkalommal is személyesen találkozik Elekkel és Ráfal, míg a regényben hosszú ideig csupán telefonon tartják. A kapcsolatot. Nagy újdonság még, hogy a sorozatban egy pasit is összeszed magának, akivel komolynak tűnik a dolog. Negyedik plusz egy gyilkosság. A könyvben a métlen gyilkosság mellett Holly foglalkozik egy másik szállal Daytonban, ahol szintén hasonló események zajlottak le, és a kívülálló ott karmolta meg Terit egy kórházi látogatás során, így tudja felvenni az alakját és folytatni a gyilkosságokat. A sorozatban behoznak egy harmadik szállat is, itt ugyanis tudomást szereznek egy szintén hasonló, New Yorkban megesett gyilkosságról is, ahol szintén gyerekekkel végeztek könyörtelenül úgy, hogy olyan, mintha az elkövető egyszerre két helyszínen tartózkodott volna. Találkoznak is az állító Lagos elkövetővel, Máriával a börtönben, aki elmeséli a történéseket az ő szemszögéből. 5. Jack Jack a rendőr, akit Ralph nem tart nagyra az őrsön. Természetesen a szériában is őt fertőzi meg az istálóban a kívülálló, és állítja a saját oldalára, a tarkóján pedig különös kelések mutatkoznak, azonban itt nem ő az egyetlen, akit megfertőz a lény. Itt nem marad ki a nyomozásból, kis csapatunk bevonja őt is, és megosztanak vele minden információt, amit tudnak. Később elrabolja Holit, és el is mondja neki, hogy megszállták, ám ez ellen már nem tudnak tenni semmit. És Jack ugyanúgy hajtóvadászatot indít ellenük, akár csak a könyvben. Viszont még eredetileg fizikai formájában megmutatkozik a lény, mikor Jacket fenyegeti, a sorozatban viszont sosem pillantja meg. Hatodik. Claude bátyja. A regényben, mikor a nyomozó csapat elmegy a csakuraknak bár kidobó emberéhez, a házukban az édesanyjával találkoznak össze, a sorozatban viszont az anya egyáltalán nem szerepel, és helyét a bátyja, szíli vette át. Amikor a kívülállóról beszélnek, fontos, hogy Claude ne tudjon a dolgokról, ugyanis mivel az ő alakját veszi fel, hozzá tud férni a tudatához is. A mama nem is mond semmit a regényben, a tesó viszont lebuktatja a csapattervét azzal, hogy mindent elmesél Claude-nak. Hetedik. Gyerekrablás. Egy teljesen új jelenet, ami csak a sorozatban van benne. A kívülálló barlangjához közel van egy tábor, ahol valamilyen maszkos fesztiválszerűséget tartanak egyik éjjel, és mivel a lény már nagyon ki van éhezve, állarcban megpróbál becserkészni egy kis fiút, ám mikor elkezdi elvinni a barlanghoz, a fiú nővére észreveszi, és kitör a pánik hangulat, sikerül megakadályozni a gyerekrablást. Menekülés közben azonban lesik róla a maszk, és ekkor láthatjuk, hogy a transformáció már sikeres volt, és a kívül kívülálló Claude bőrébe bújt, aki így ebben az ügyben rögtön az első számú gyanúsított lett, hiszen még videó is készült, de tud érte kezeskedni a rendőrcsapat, akik a házában töltötték az éjszakát. 8 a végső leszámolás. Sok dolog történik másképp a végső csata során az HBO sorozatában. Claude itt a regényel ellentétben szintén elmegy elkapni a lényt, vele tart a tesója is, akit a részeg zsinóron ráncigált Jack egy mesterlövész puskával végez ki. Ugyanerre a sorsra jut Andy is, aki ugyebár Holly barátnője, valamint a regényben olvasott gyilkosságok is megtörténnek. Elek és a sztárügyvéd Havi is itt végzi be. A barlangban elvileg nem lehetne lövöldözni, mert rájuk omlik az egész, ezért a könyvben Holly fejbe csapja a kívül és így végez vele. A soriban viszont Claude odadurrant neki egy shotgunnal, amitől elkezd beomlani a barlang, elkukó viszont halottnak tetteti magát, amit ráfesz észre, és miközben az elkezdi felvenni a rendőr alakját, egy kővel ténylegesen véget vet a hosszúra nyúlt életének. 9. Cliffhanger. Ez csak egy kis érdekesség, hiszen elméletileg ez egy mini sorozat, ám a stáblista után mégis találkozhatunk egy Cliffhangerrel, ami természetesen Stephen King eredetében nem kapott helyet. Polinak ugyanis látomása van, és az utolsó vágóképen bizony láthatjuk, hogy van egy karcolás a kezén. A kívülálló pedig ezzel a módszerrel másolja le az emberek alakját, tehát a történet úgy néz ki, nem ért véget. Kérdéses, hogy folytatják-e. Nos, ezeket a különbségeket sikerült összeszednem számotokra, de mint mindig most is elmondom, hogy ezen kívül számtalan kis kisebb-nagyobb eltérést fedezhettek még fel, ha pedig szeretnétek ti is keresgélni, akkor pörgessétek ki a minisorozatot, illetve a tényleg lebilincselő könyvet is csak javasolni tudom. Ha tetszett a videó, nyomjatok rá egy lájkot, köszönöm a figyelmet, még találkozunk, sziasztok!